két fedett nyomozó, rendőrnyomozó felfedte magát, és azt mondta, hogy Dániel köveket dobott a rendőrök felé, ezt követően előzetesbe helyezték, ezt követően 2 év szabadságvesztés büntetésre ítélték hamis rendőrvallomások alapján, amelyet másodfokon fenntartottak, és a legfelsőbb bíróság is elutasította a felvizsgálati kérelmünket, annak ellenére, hogy a tényállást nem támadtuk, és a büntetőeljárási törvény szerint, ha a tényállást nem támadja a felvizsgálati indítvány, akkor érdemben el kell bírálni, és ezt se tette meg a legfelsőbb bíróság. Tehát sajnos az egész Gyurcsányi rendszer rothadtsága és jogállamiságot tipró jellege átitatta nem csak a rendőrséget, az ügyészségeket is, de a bíróságokat is sajnos. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy rengeteg a feladat, és ezeket az embereket bizony megfelelő jóvátételhez kell juttatni, és mentesíteni kell azokat, akik, még egyszer mondom, igenis nem jogállami körülmények között kerültek elítélésre. És a köszönet sorát még folytatnom kell Schiffer András képviselőtársam vonatkozásában is, hiszen ő a TASZ akkori jogvédőjeként, most az LMP tagjaként, képviselőjeként folyamatosan és következetesen szintén kiállt az ember a rendőri jogsértések elítéléséért, és tulajdonképpen őt nem kis részben talán ezért is nem látják már olyan szívesen, mondjuk azon az oldalon, ahol ő korábban volt. Köszönjük neki! És ne felejtsük el, hogy ezek a jogsértések, amelyek több száz ember valóban testépségét, lelki életét törték meg, és személyes szabadságát fosztották meg, amely az egész várost, egész Budapestet lényegében rendkívüli állapotok közé vitte, gyakorlatilag olyan háborús viszonyok keletkeztek, amelynek során válogatás nélkül vadázták le valóban az embereket az utcáról, így kerültek a húsdarálóba olyan emberek, mint például az a dél-amerikai fiatalember, aki itt hamburgert ment le vásárolni a saját lakásából kilépve, és őt is randalírozó csőcseléknek úgymond minősített a rendőrség, és szétverte, kínoszta a bíróságokon, vagy a rendőrségi fogdákon, és hogy bizony mennyire nehéz a helyzet, és mennyire nem jogállami körülmények között zajlottak ezek az eljárások. Tökéletes példa, szeretnék egy idézetet felolvasni egy vádiratból, két rendőr elleni vádiratból, amely 2008 márciusában kelt, és ezen vádirat alapján, amely ez a két rendőr, akik a Víg utcai kapitányságon kínozták és bántalmazták az Attila nevezetű védencünket, mai napig nem álltak még bíróság elé. 2 év után, hogy vádat emeltek, és 4 évvel az események után most már lassan. Noha vádirat mit mond? Azt mondja, hogy a vádlottak a szeptember 19-én 20-ára víradó éjjel a BRFK 8. kerületi rendőrkapitányságára előállított, udvaron elhelyezett személyek őrzésével voltak megbízva. Más előállított személyekkel együtt a sértetnek és a kapitányság udvarán a fal felé fordulva, hátrabilincselt kézzel kellett térdepelnie. De miután előállítása közben megsérült, többek között bordatörés szenvedett el. Itt teszem hozzá, hogy őt úgy megverték, hogy önkívületi eszméletlen állapotba került, utána mentősök ellátás alá vonták, és ezt követően a mentőből ráncigálták ki a magukból kivetközött rohamrendőrök, és folytatták a bántalmazását. Szóval ez ember a felszólításnak nem tudott engedelmeskedni, többször oldalra dőlt. Ezért a vádlottak magatartását engedetlenségnek vélve bántalmazni kezdték. És ezután részletesen leírja, hogy a hátrabilincselt kezű sértettet mellkasánál fogva felrántotta a földről, felültette, két oldalú gumikesztyűs tenyére legalább 12 alkalommal pofon ütötte, majd pedig elkezdte pofozni a sértettet, 3 alkalommal ökölen állon ütötte, majd megkísérelte ágyékon rúgni őt, aki aztán megpróbált védekezni. Ennek folytatásaképpen rátérdeltek a mellkasára, és így nyomogatták mellkasát, majd pedig taposták a messze lábfejét. Szóval elképesztő dolgok történtek, és ez az ember, ez Attila mai napig nem jutott érdemi jóvátételhez, például egy nevetséges részegyesség ajánlatot tett a készeleti rendőrség, és mai napig például Apáti Istváni ügyében, a nyakorlőtt Csíp utcán a nyakorlőtt áldozat ügyében éppen 3 hete kellett az első tárgyalásnak megtörténni egyáltalán az ő kártérítés ügyében, miután a rendőrség éveken át hitegetett minket afelől, hogy kártérítés kaphat, és bizony az első tárgyalás a rendőrség nem átallotta mind a jogalapot, mind az összegszerűséget is vitatni az ő ügyében. Igenis szükség van tehát erre a jóvátételre, és szükség van arra, hogy az állam, az országgyűlés kifejezze az irányú vágyát és elkötelezettségét, hogy a kormány, az újonnan felálló kormány azonnal kövesse az ENSZ kínzás elleni bizottságának iránymutatását. Ez az iránymutatás 2006 őszén már megszületett, amely egyértelműen kimondta,
hogy az ilyen típusú tömeges jogsértések esetén az államnak kötelessége egy egyszerűsített eljárásban gyorsan, méltányos módon kártértéshez juttatni az áldozatokat, akik a jogállamiság medréből kilépett rendvédelmi szervek bántalmazása következtében veszítik el emberi méltóságuk, vagy sérül emberi méltóságuk, vagy sérül személyes szabadságuk. És ugyanakkor a sort folytatnom kell egy olyan áldozattal is, aki a sorainkban ül. A Jobbik Magyarországért Mozgalom soraiban ott ül Novák előtt képviselőtársam, aki maga szintén 2006 őszi áldozat, hiszen 2006. október 23-án délelőtt ő is tiltakozott társaival együtt a Kossuth tér jogellenes kiürítése ellen, majd pedig ennek nyomán gyűrték le őt a rendőrök, és közel két napos fogvatartás után egy nagyon hosszú, nehéz eljárásban mentették csak föl, majd végül is egy közel két éves eljárásban kapott jogerősen kártérítést. Ő ilyen szempontból egy kivétel, de sajnos a többi áldozattárs döntő többsége mai napig nem kapott kártérítést. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat közel 100 károsult ügyét vállalta el, ezeknek csak egy részében sikerült kártérítést kiharcolni. Főleg kiemelném a budapesti rendőrfőkapitányság rendkívül negatív hozzáállását, hiszen egészen a közelmúltig egyetlen egy ember esetében adtak csak önként kártérítést, olyan nyilvánvaló esetekben is, ahol a napnál is világosabb volt, és ügyészségi nyomozás megszüntető határozat igazolja, hogy valóban megtörtént a jogsértés. Ugye ne felejtsünk el, ne menjünk el amellett a rendőr felelősök felelősségre vonása körében, hogy előfordulhatott tehát az, ahol előttem szóló képviselőtársam Gulyás Gergely is említette, illetve Balogh Zoltán is utalt rá, hogy előfordulhatott az a gyalázat, hogy azonosító jelvény nélkül a irányadó rendőrségi törvény ellenére és az irányadó alkotmánybírósági határozat ellenére a felismerhetetlenség, hogy mondjam, lehetőségét biztosították a rendőröknek, akik magukból kivetkőzve követték el a legválogatottabb bűnöket, és a másik nem rendszeresített vadászfegyverekkel és gumilövedékekkel lövették az embereket, ráadásul ezek a fegyverek, most már tudjuk a vizsgálati eredményekből, olyan hatásfokúak voltak, olyan roncsoló fokúak voltak, amelyet nem ismert a kezelő állomány. Az a kezelő állomány, amely most már tudjuk, egymással versengett, és egymás között számolgatták, hogy ki tud több száz lövést leadni, ki tud több lövést leadni a mozgó áldozatokra. És elmondtam most nemrégiben egy ismeretlenségben maradt gumilövedékes rendőr, hogy bizony, nekik azt mondták, hogy minden célpontra lőni kell, ami mozog, hiszen itt van ugye nagyon sokan ember, akit gumilövedékkel is meglőttek. Ez a sérülés olyan maradandó károsodásokat okozott többüknek, hogy 14 ember szemevilága károsodott visszafordíthatatlanul, köztük Csorba Attilái, akinek valóban az egyik szeme már amúgy születésénél fogva csökkent értékű volt, és most az egészséges szemét lőtték ki teljesen, és ő így egy emberhez méltatlan életet kell éljen. Tehát ezek a bűnök, ezek mindenképpen orvoslást várnak, és orvoslást várnak azért is, mert egyrészt a hatályos jogszabályok, ahogy valóban KDNP-s képviselőtársam nagyon korrekten ismertette a vonatkozó jogszabályokat, ezek a jogszabályi keretek adottak. Csak jelenleg nem volt igazi akarat arra, sajnos a bíróságok részéről sem, hogy ezeket a jóvátételeket megfelelő módon biztosítsák, hiszen a kártérítések mértéke is megalázóan alacsony. Azt kell mondanom, hogy egy néhány millió forintos kártérítés egy ilyen kilőtt szemű embernek inkább csak egy képletes jóvátétel lehet. Gondoljunk az Amerikai Egyesült Államok gyakorlatára, ahol ugyanilyen összegeket USA dollárban adnak egy ilyen hasonló jellegű jogsértés esetében. Rodney King ugye azon fiatalember, akit rendőrök bántalmazták, afroamerikai fiatalember, több millió dollár kártérítés kapott egy ilyen brutális bántalmazás követően. Azt gondolom, hogy el kell mozdulnia a kártérítés mértékében is, a jóvátétel mértékében is a jogalkalmazásnak, ez már feltétlenül úgy gondolom jogalkotói feladat. Jogalkotói feladat az is, hogy biztosítsuk az egyszerűsített eljárást arra, hogy az ilyen típusú áldozatok gyors kártérítést kaphassanak. Méltatlan helyzet az, hogy mint például Fodor Gáborék vagy Darna Jánosék esetében végig kellett csinálnunk, őket ugye a REBISZ, a Rendészeti Biztonsági Szolgálat tagjai rohanták le a Nyugati téren, ott verték meg őket, aztán átadták a budapesti rendőrfőkapitányságnak, majd oda kerültek az előzetesbe a